Márton Roland és Fazakas Attila ellenzéki képviselőjelöltek alul maradtak Fidesz-KDNP-s ellenfeleikkel szemben az országgyűlési választáson. A hat párt jelöltjei és szurkolótáboruk fagyos hangulatban várta a Hotel Magyar Királyban az eredmények alakulását. Fejér megye egyes választókerületének vesztes jelöltje már az első eredmények megjelenésekor csalódottságát fejezte ki. Úgy látom, elhitték az emberek, hogy én háborúba akarom küldeni a gyermekeiket, ami egy ordas nagy hazugság. Sokszor hallottuk ezt az elmúlt napokban mi is az utcán, ezt a vádat, hogy emberek elhiszik ezeket a mondatokat. És sajnálom, hogy egy ilyen hazugság uralta ezt a kampányt itt a háború árnyékában, hiszen ha a Székesfehérvár közügyeiről beszélünk, én úgy érzem végig többségünk volt, mellettünk voltak az emberek. Nagyon köszönöm mindenkinek mégis, aki elment szavazni. Fazakas Attila stúdiónkban értékelte az előző időszakot. Soha nem fogom abba hagyni, addig nem fogok megnyugodni, amíg a gyerekeim nem egy második kommunizmusban fognak élni. Én éltem 16 évet kommunizmusban, nem szeretnék egy másodikat, éppen ezért természetesen megyünk tovább. Márton Roland a későbbiekben már nem nyilatkozott televíziónknak az eredménnyel kapcsolatban. A 2022-es országgyűlési választások végleges eredménye április 9-én várható.